A sajtótájékoztatót megelőző tárgyaláson ott volt Schmidt Csaba polgármester is. Az intézmények működtetéséhez, fejlesztéséhez ajánlottuk a segítségünket az államtitkárságnak. Természetesen véleményt is szívesen mondunk a hozzánk eljutó tapasztalatokról, hogy mi az a klik működésében, amit javítani kell, ahol lehet a működést optimalizálni, de azt gondolom, hogy ez a része nem a mi feladatunk, ez az államtitkárságnak és a kliknek a feladata, hogy egy olyan rendszert alakítson ki, ahol valóban a pedagógusok és az iskolai igazgatók a tanításra, az iskola működtetésnek a fejlesztési szakmai munka részére tudjanak koncentrálni. Mindig is azt mondtam az intézményvezetőknek, hogy azért lesz jó ez az átalakítás, mert levesszük a vállukról a terhet, ami az adminisztrációt jelenti, ami a működtetést az iskola ablakainak, karbantartásának gondját illeti, ezt levesszük a vállukról, és végre csak a gyerekekkel kell, hogy foglalkozzanak, és a pedagógusokkal, hogy ők a szakmailag a legfelkészültebbek tudjanak lenni, és képesek legyenek a legtöbb tudást átadni a gyermekek számára. Emellett természetesen a fejlesztésekben az önkormányzatoknak, mind a megyei önkormányzatnak, mind a megyei városnak hatalmas szerepe van, hiszen nekünk kell megfogalmazni a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket, és ehhez felkutatni a forrásokat, de itt a szakmai megalapozottságot, a szakmai iránymutatással együtt szeretnénk ezt megtenni, hogy a mindennapos testnevelésnek a feltételeit biztosítani tudjuk, hogy a szaktanelmeket biztosítani tudjuk, egyáltalán a mindennapos munkavégzéshez a feltételekhez rendelkezésre álljanak a keretek. A köznevelési államtitkár asszony reagált az ellenzék azon felvetésére is, mely szerint néhány új tankönyv túlzottan kötődik a mostani kormányzat ideológiai alapjaihoz. Én szerintem a tudomány általában nem ideológiamentes. Ez az eddigi szakmai pályafutásomnak a tapasztalata, bárhol dolgoztam. Tudomány általában állást foglal értékek és értékrendek mellett. Az, hogy az ellenzék most ezt ilyen célra használjon, azt nem tudom másképp értékelni, mint hogy az önkormányzati kampány hevében a gyerekeket és a szülőket, családokat kampánycélokra, önös politikai céljaikra használja fel.